Sziasztok, srácok! Itt a cseresznyefa, amit kivágtam. Ezt most szeretném majd összevágni. Utánfutóról le kell dolgozni. Itt van a nagyobb bacska tönkje. Egy kuglia. Már amit ott eleve kugliba vágtam, azt tegnap már összehasogattam, hogy ne nyomja az utánfutót, mert eléggé lapult a kereke. A nyárfa az más vágásból van, de ide már dolgoztam fel a fákat, úgyhogy most az a terv, hogy eltakarítom a gépet, már megtankoltam, tettem bele olajat, és akkor elkezdem vele összevágni ott az utánfutón. Azért az utánfutón, mert nem szeretném lepakolni, hogy máshol vágjam össze, hátul a kertbe. Az utánfutón meg úgy gondolom, hogy nyerek annyit, hogy a forgács egy helyre megy, mint hogy majd csöprögetni kell, meg a szél fúj a szanaszét, annyi a hátránya, hogy korlátozott lesz a mozgástér. De hát ez van, úgyhogy most eltakarítom a gépet, amennyire tudom, meg lehet, hogy a láncot is egy kicsit megélezem. Hát, ha segít neki. Hello. Kicsit megtakarítom, meg lehet a láncot is megélezem. És meg kell meg, és kivettem az én. Hát azért nézd meg. Mi? Na nézd meg. Vedd ki belőle. Ja, jó. Nem rossz. Ja, hát a Gergő bácsi megélezte géppel. Ja, ja. Ez az. Jó, hát tegnap reggel azért húztam rá egy 3-at, reszelővel, szerintem azt ma is megcsinálom. Csak ennyit, hogy mégse legyen ott annyi zsúva. Aha. Hát arra gondoltam, hogy itt vágom össze ezen, hogy a forgács egy helyre menjen. Hát majd ezekhez igen. De az ilyen nagyobbakat, azokat itt összevágom. Nem akarom megfogni, odébb rakni azt ott megint össze, tehát hogy mozgatni na fölöslegesen. Hát jó, de igen. Hát ez füstölni nem jó. Mi? Hát itt a vagy a motorolaj keni a láncot. Olajos a forgács. Hát az, amit kell. Hát szalag. Hát jó, de hát... Mi mindig ebbe? Hát jó, hát ha akarsz, füstöljél vele, de én szerintem nem alkalmasra. Hát mi? Hát de az mindegy, hogy mennyi, de van benne. Na mindegy, hát te tudod. Az előtt is mindig ez van. Hát néztél már tükörbe? Hát majd néztem. Hát jó, ha hát hámlik a homlok. Látom, hogy kefértem le fel. Nézem még a légszűrőt is. Igen. Tudom, a kompresszorban még mennyi levegő van letermelve. Thank you.
Ja. Semminél több ez is. Szép tisztább lett azért. Hát ugyanígy fog majd kinézni, úgyhogy nincsenek kétségeim e felől. Na. Szuper. Minden a helyén. Na nézzünk egy indítást. Úgy van, hogy húzni kell a gázt. Gáz húzni kell, akkor lerakod. Ez a normál. Ugye on, vagy nem, off. On az egyes, tehát nulla vagy egyes. Talul meg a szivató. Na nézzük, hogy indul. Röfent, akkor vissza normálra. Adjuk, hadd melegedjen egy kicsit, addig felöltözöm. Aztán, hogyha nagyon nem válik be az utánfutón való vágás, akkor meg valami más kitalálok, legrosszabb esetben lepakolom. Azt nagyon nem szeretném.
Micsoda? Vékonyokat itt meghoznám, és akkor vágnám. Az is lehet, csak előbb a vastagokat jó, szeretném, de igen. Mert látod, itt megmarad a forgács, ez így nagyjából jó. Aha. Jó. Jó, ez egy nagyjából működőképes, úgy látom.
hosszú. Le bírsz jönni? Mi? Erre rá tudsz lépni? Na. Hát ami olyan, az megy egyből a pincébe, az ilyen. Ezt nyomom le ott az ablakon. Mi hasogatós, az még maradt fönt egyelőre. Na, köszi a segítséget. Nézi a mesét, biztos. Hát mert zavarta, biztos a hang. Nézett a cutli van, látta volna be, csak ott volt csak a pohár. Mhm. Szemlett el a Gandhi, akkor aztán csütte a hangot. Mhm.